Az egyik legnosztalgikusabb season címet szerintem a Chapter 2 Season 2 érdemli meg. Ennek a látványa már önmagában gyönyörű. Az izgalmak, új mítik fegyverek, ismeretlen és adrenalinnal felfűtött helyek és a The Rig, ez mind visszajött. Kivéve a The Rig. Na de ne csüggedj, mert van itt annyi minden újdonság, hogy elakad a lélegzeted. De nagy sóhaj, nyugodjunk meg, relaxálj. Juszkodszán! Köszi. Kezdjük a lényeges dolgokkal. A térkép színe megváltozott. Ocsvány sötét lett, de ne féljetek, ez mindig ilyen a szezonok elejénél. A kövi patchben tutin megint más lesz. Három fő új hely érkezett, ezek mind széfesek, és most messziről el akarod őket kerülni. Biztos tudjátok azt a bugot, hogy a szezon első napján az alternatív valóságok összemosódnak, és a lobbik fele FNCS bajnokokból áll, főleg az új helyeken. Szóval csak óvatosan velük. Ahogy kiugrunk a buszból, beleszippanthatunk a szezon 4 friss levegőjébe, és egyből pofán is vág az első bug. Az autórán megszűnik létezni, ahogy altabolsz. Szóval felejtsd el, hogy még ugrás közben visszaérsz a havernak, esetleg leállítod a zenét, kinyomod a böngészőt. Ha játszol, akkor játsszál öcsém, vagy maradhatsz egy helyben. Ez, hogyha nem egy bug, hanem tudatos döntés, akkor az Epic hivatalosan is utál minket mától. Ez a víz eddig az életerünk gyógyította csak, de most már a pajzsunkat is tudja, ráadásul háromszor gyorsabban, mint ezelőtt. Csak körülbelül 5 másodperc után abbahagyja, szóval ugranod kell egyet, hogy újra kezdje. Fortnite logic. De nyugi, nem a víz a legérdekesebb dolog az új szezonban, csak olyan sorrendben mondom nektek a dolgokat, ahogy felfedeztem őket. Itt van ez a rakétatárgy, amivel az első ismerkedésem kicsit amatőr volt. Majd egyre merészebb lettem, megtettem az első lépéseimet. De ezután pedig már szárnyaltam. Majd még magasabbra is egy ellenfél nyakába ugrottam, 50-et belesebeztem és teljes mértékben megaláztam, töröld le a játékot és vissza se néz, ez az én lobbim. Elég kiszolgáltatott vagy vele a levegőben, szóval alacsony életerővel inkább ne is próbálkozz elrotálni vele. Akkor inkább válaszd ezt a borzalmasan vagány új autót. Rendkívül izgalmas új perkek kerültek még be, például itt van az ammo drop, ami ad lőszert. Na jó, van izgibb is, mint például az on the go bag. Ez nekem adott 4 sok vévet, majd minden ládanyítás után is kapsz mobility tárgyat, szóval gondolom sok vévet vagy crashperet. A pistol salvo is egy új perk, annyira nem tűnik viszont ígéretesnek még, hiszen azt hiszem csak a suppressed pisztoly van bent. A first shotgun már viszont nagyon döfi, a régi prime shotgunra emlékeztethet minket, szóval ezáltal az első lövésünk extra sebzéssel fog rendelkezni, de sajnos gondoltak arra is, hogy ne 200-olhass, mert a max headshot sebzésünk nem lesz nagyobb ezzel sem. Amíg ezt a srácot elrakom, addig el tudom mondani, hogy visszajött a bottomless chug-jug. Elég nosztalgikus, de hogyha van slurped, akkor értelmetlen szerintem elvinni. Egy másik új bug, hogyha előveszed a kütyüd, akkor nem látod a jelenleg kiválasztott perkjeid. Ez egy kicsit kellemetlen, de se baj. A sok wave még mindig benn van, amivel ilyen rendkívül jó playeket adhatsz be. Kelleni fog, mert szerintem az új rakéta tárgy az nem jobb ennél, és a grappler glove-ot is kivették, szóval kötelező rototárgy lesz mostantól újra a sok wave. Még rosszabb hír, hogy a mud spam-et is javították, szóval nem suhanhatunk 500-zal keresztül a pályán sáros testtel. De a Season 3 legjobb tárgya a lélekszopó láda, azaz a cash bent maradt. Az egyik új fegyvert most láthatod. Rendkívül nagy a DPS-e, undorító és szkópos is ráadásul, az új AR pedig twin meges, azaz mint a régi SMG, az első, majd azután minden második reload vele körülbelül instant. Illetve itt van egy új ilyen bőrönszerű láda, ami sokkal több lootot ad, és ez szerintem csak az új helyeken található meg. Az új széfesejek pont olyan őrültek, mint régebben. Sőt, még inkább. Lézerágyuk én botolnak rád, a kamerák, hogyha észrevesznek, az egész lobbynak jeleznek falon át keresztül, ráadásul már ilyen lézerkapukon is át kell matrixon magad, hogy eljuss a keycard olvasóig. Azután választhatsz egy mítik tárgyat, a másik elbújik a föld alá, majd jönnek kegyetlen vérengző AI Megatron kiberzsaruk, akiket körülbelül lehetetlen megölni. Jó, nem biztos. Ha a lézer elkap, akkor pedig még ketrezbe is leszel zárva. A jó kis crash paddel viszont elmenekülhetsz, ami pedig pici és cuki lett. Majd beszállhatsz a Fortnite legújabb vagány kocsiába, amivel a világból is kimehetsz, vagy ahova csak szeretnél. Várj egy pillanatot! Szerintem ez a szezon 10/10, most így első ránézésre, és ilyet szerintem még sosem mondtam. De aztán majd úgy is mondom, hogyha változik a véleményem, és írjátok le ti is. Juszkodszán, hogyha támogatni szeretnétek, köszi szépen mindenkinek, és iratkozzatok fel, sziasztok! The Rig.